pártszövetségben indul az ellenzék az októberi önkormányzati választásokon. Azt már korábban lehetett tudni, hogy a pártok közös jelöltjeként a Dékás Glázer Tímea indul a polgármesteri posztért. A 16 választókörzet jelöltjeit most mutatták be a sajtónak. Fiatal, 21 évestől az idősebb, 70 éves tapasztalt politikusokig, férfiak és nők megtalálhatók a csapatunkban, akik mindegyik választókörzetet szeretnék megnyerni, és úgy is fognak dolgozni. A pártszövetség egyik kiemelt programpontja a közlekedés megreformálása a városban. Mindenféleképpen európai buszközlekedést szeretnénk Győrnek. Szeretnénk új buszokat, környezet és utasbarát buszokat beállítani fokozatosan természetesen. Nagyon fontos, hogy elektromos buszokra cseréljük a régi buszparkot. Fontos, hogy megnézzük a buszjáratoknak a sűrűségét, mert nem mindegy, hogy az utasok merre, hogyan tudnak könnyebben eljutni. Illetve meg szeretnénk nézni a útvonalakat, mert az is fontos lenne, mivel hogy nagy dugók vannak a városban, hiszen az útvonal már meg az utaknak a minősége nem bírja el ezt a nagy forgalmat. Szeretnénk, hogyha minél több választópolgár, minél több győri polgár visszaülne a buszokra. Megválasztásuk esetén éjszakai buszjáratokat és a kerékpárutak megújítását is ígérik a jelöltek. A főbb programpontok között szerepel a tisztább és a zöldebb város megteremtése, illetve a pártszövetség az önkormányzat működésén is változtatna. A Fidesz-KDNP színeiben idén is Győr jelenlegi polgármestere, Borkai Zsolt indul a választásokon. Az, hogy ki vezetheti a továbbiakban a várost, október 13-án derül ki.